Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, egy nagyon érdekes leletre bukkantak Amerikában, és sokat nem tudunk róla beszélni, nem tudjuk megfejteni, mindenesetre a dolog érdekes, hiszen a múlt héten láttam és elgondolkoztam rajta, hogy mi a fene történt. Ez a utahi szántóföldön történt. Hallottátok ezt az esetet? Vagy láttátok a képeket? Ez a nagy sóstó közelében van. Uh-huh. Amerika Egyesült Államok, Utah, ha esetleg nem. Köszönjük szépen. Azért, hogy... De az úgy, USA. Úgy van írva. Ezek fő utak vagy mellék utak mentén vannak ezek a szántóföld. 69 éves emberke kijött, és meg akarta keresni az elkóborolt teheneit. És egy 15 méteres, hosszú szárnyú bálnát a tetemét találta meg úgy, hogy egyébként ott van a kép is, ő ezt lefotózta. Ez egy régi ilyen megkövesedett bálna tetem, tehát hogy ott régen tenger friss volt ezzel, azt nem akarják bizonyítani? Nem, nem, képzeld el, hogy nem. Ott van a szántóföld, ott a bálna, és senki nem tudja, hogy hogy került oda. Hát nem lehet, hogy csak úgy odaszállították, mert egyébként 15 méter hosszú, és valamint 30 ezer kiló, vagy 40 ezer kiló, tehát azért ezt nem kapott csak úgy föl. Nincs nyom, hogy ezt éjszaka szállították volna. Visszanézték a felvételeket kamerákon, nem ment arra a kamion. Nem tudta daru beemelni. Nem volt nyom egyébként, ahova a daru bement volna. Tehát, hogy ilyen 40 tonnával te megérkezel, plusz az autó, ami még mondjuk 30 tonna, az 70 tonna bejön, leemeli, annak után ott a kalászban nyoma van. Semmilyen nyomot nem találtak. De most mi a meglepő? Az, hogy 5000 km, 3000 km, 2000, 1000. De nincs víz. Nincs víz. Hát be, nincs jó, semmi. Mérés, és él? Nem. A bálnák az óceánban élnek? Igen. Ez él? Nem. Halott bálna egy szántóföldön? Mi a meglepő? Nincs víz, elpusztul. Jó az érvelés, hát nem. Uraim, miért csodálkozunk, hiszen a bálna nem bír-e víz nélkül? Hát persze, hogy halott. Hát mi legyen? Élő? Igen. Döbbenetes a történet, és a biológusok is vizsgálják, a rendőrség is vizsgálja. Nem volt utána, tehát nem lehet az, hogy utolsó erejében még elúszott idáig. Igen, az Atlanti óceánban és a Csendes óceánban is honos egyébként, de a utahi szántóföldre nem nagyon szokott benézni. Aha. Tehát nem megy el így, mit én gabonát ellegel. Nem megy el, nem megy el. És hát ugye itt már mondják, hogy a földön kívülek újabb jele, hogy kiemelték, odavitték, de ha most egy picit próbálunk racionálisan gondolkodni. Igen. Vannak színes fotók az interneten, mindenki keresse meg, tényleg semmilyen nyom nincs. Hogy kerül oda? Hogy a fenébe kerül? Hát figyeljetek, van olyan, hogy ugye tűzoltó, tudod, repülőgép vizet mer a nagy sóstóból, és fölkapta a bálnát. Bizony, ez így repült egy 1000 kilométert, a helikopter ott fölvette a vizet, és visszarepült utakba tüzet oltani. Hát igen, és ott fölött a bálna így benne a vízbe. Én két dolgot tudok elképzelni. Egyrészt láttam már karcsányú delfint, ami nagyot ugrik. Hát ő is ugrott egyet. Megijedt. Meg lehet mondani egyébként nyilván a fejének az irányából, hogy az Atlantiból tartott a Csendesbe, vagy a Csendesből az Atlantiba. Szerintem ez az egyik teória. A másik pedig az, hogy szerintem nem azt kell nézni, hogy ez a bálna ez hogy került ide, hanem hogy hol a büdös francba van az a rohadt nagy madár, ami felkapta. Na, ugye, mert van mitől félni. És mi riasztotta meg a madarat, hogy elejtette. Na most ugye, hát most így nézem, hogy pontosan nem tudtam, hogy Utah hol van, tehát az ugye megvan Kalifornia ott bal oldalon, a nyugati oldalon, utána még ott van Nevada, ha megyünk befelé, és utána van Utah, Salt Lake City, Utah. Azt mondja, hogy... Tehát, ha gyalog ment, akkor viszont marhasokat kellett mennie. Hogy? Ugye? Világos. Hogy a fenébe? Mondanám, se keréknyom, se semmi az ég egy jött a világon, csak egy 40 tonnás állat a szántóföld közepén. Ugye van, amikor békák esnek az égből, ugye igen, vannak ilyen... Így van. Igen, olvastuk. Ismeritek a történetet. Van, hogy a forgószél tényleg fölkapja. A folyók vére válnak. Tudjuk, piros hó. Igen, ja. Tehát nem a folyó fölkapja, és akkor kiemeli a békákat, és valahol, mint tudom, 5000 km arra békák estek az égbe. Mármint a szél kapja föl. A szél, igen, nem a folyó kapja föl, bocsánat, és ezt megfejtették, hogy a forgószélbe bekeveredő békák valahogy csak a fejedre esnek. Tehát ez a magyarázat. De azért bent a vízben. Azért akkor rohadt nagy forgószélnek kell lenni, ami felkap egy ekkora állat, egy 30 tonnás bálna. 30 méter mélyen azért egyszer csak így gondolod, hogy te vagy a bálna, kikap egy forgószél, repülsz 3000 kilométert, Utah közepén leraknak egy szántóföldön. Tátogsz hármat, majd elpusztulsz, és nézel nagyon hülyé, hogy mi ez a kalász itt melletted, amit nem láttál. Azért az érdekes. Mondjuk ez egy hosszú szárnyú bálna. Ez egy hosszú szárnyú bálna. Hosszú szárnyú. Szárnyú, érted? Ja, hát akkor csak értem, mire akarsz kiukatni. 13-16 méter. Igen, tényleg, Feri, meg fogunk verni. 13-16 méter között, és eléri a 40 tonnát. Na tessék. Szerintem én imádom az ilyen sztorikat. Én imádom az ilyen sztorikat. És ott állnak a biológusok, tengerbiológusok, még mindig vizsgálják, és nem tudják. Hm. És friss a tetem. Tehát nem is arról van szó, hogy mit tudom én, két hetes, három hetes, és már minden lerohadt, és valahogy oda került. Friss. Az jó viszont. Ilyenkor a gazdáé?
Persze, hozott egy kis fokhagymát, alápirított. Mindenképpen lehet elkészíteni a bálon. Az inuitok például ezerféle módját ismerik a dolognak. Igen, mondanám, hogy karácsony van, attól eltekintve, hogy ugye a bálna nem hal, de egyébként halász lényeg. Egyetek sok halat, egyetek bálna. De hálaadásra hoztam, hogy 300 kiló bálna zsírt nektek. Oké, gyerekek, hűlünk. Mondjatok egy racionális magyarázatot. Egyet. Mert én gondolkoztam rajta, és nem tudtam. Mondjuk ezzel meggyőztél. Hogy? Mert ugye minden, a gabonaköröknek is vannak, hogy elvileg éjszaka kimész, fogsz egy zsinort, lerakod, körözöl, stb. Mindent meg lehet mondani. Mindenki lehet, minden, a gabonaköröket is megfejtették. Drót, damil, húzod a damilt körbe, egy irányba felkreti a kalászt, ott, mit tudom, ezt megcsinálják. Már lemodellezték, meg lehet csinálni. Bár ott is vannak érdekesebb dolgok, hogy egy éjszaka alatt hogy csinálnak meg ilyen nagy területeket, de mondjuk nem Attila barátai, hanem mondjuk... hogy a francba? Hát, hogy a fenébe kerül oda? Ez baromi érdekes. Mivel kommunikálnak? Mivel ez egy jel? Nem lehet, hogy ők sörhercesek voltak mindig? Mi egyet írtak mindenek képesek. Ez egy kihívás volt? Mit akarnak ezzel üzenni? Azt kérdezed? Nem tudom, de hogy azért ezek érdekes dolgok, amikor itt áll a művelt ember, a maga kis, mit tudom én, 60 ezer évével a háta mögött, és egyszer csak kimegy egy pacák a jutaki szántóföldre, és ott állnak a tengerbiológusok, és azt mondják, hogy gyerekek, nem tudjuk megmondani. Meg fogják fejteni. Nem tudjuk megmondani. A gabonaköröket is megfejtették, ezt is megfogják. Lehet, hogy egyébként ez egy előrelépés a gabonakörökhöz képest, a bálna tetem. Bizony. Hogy gabonakörökkel kezdték, és most már bálna tetem? Igen, bálna tetemek jelentek meg, stb. Na most így elnézve. Jó, ha üzenet, mit üzennek? Vigyázz, téged is fel tudunk kapni? Vigyázz, elviszik a házadat? Tehát mi az üzenet? Tehát üzenjenek egyértelműen. Uh-huh. Írják bele a földbe, hogy hello. Hello. Aha. Hello, sárga. Én a légi vagyok. De írjanak valami egyértelműt. Ide a Kmetor bolygóról jöttünk. Mit tudom, adjanak egy üzenetet, leraknak egy bálnát, hát ezt mi nem tudjuk megfejteni. Vagy lehet, hogy a bálna olyan intelligens, hogy ezzel üzennek nekünk valamit, hogy gondoljatok a bálnára? Egyetlen dolgot tudok elképzelni, hogy az üzenet a bálna alatt van. Mi voltunk a Sirius csillagéből, csak rátette a hülye a bálnára. Nehogy húzzák, mert ha emelik, megmarad a felirat, viszont ha húzzák rajta, elmosódik. Soha nem derül ki. Igen. Írja egy hallgató, hogy ilyen jelenség már máskor is volt. Tornádó kapta fel és lerakta valahol. Aha. Na most ezt hát nem. Hát a tornádot azért csak észlelték. Meg ezt elmondták tengerbiológusok, hogy azért ott nem vagy ott a kis bálnácskáddal, meg ott úszkál, azért ezt úgy nem kapja föl. Tehát ez nincs. Ezt kilőtték, azt mondták azonnal, hogy ez nincs. Úgy, hogy megdöbbentő? És mi lehetett a bálna utolsó gondolata? Anyád, valami visz. Tegyél már le, köcsök, tegyél már le. Hova viszel, rohadék, hova viszel? Volt már ilyen, amikor 2010-ben vagy 2011-ben már egyébként volt ilyen. Akkor mit tettek le, hova? Ugyanígy egy bálnát. Igen? Azt se tudták, igen. Akkor náluk ez a jelrendszer, a bálna. Csak mi nem tudjuk megfejteni, tehát a bálna tulajdonképpen azért van a Földön, hogy az UFO-k üzenjenek vele. Igen, lehet, hogy náluk a bálna egy mozaik szó, és B-A-L-N-A-T, és akkor, ja nem, az bálnat. Lehet, hogy úgy mondják. Tehát, hogy ez náluk egy mozaik szó, és rá kéne jönnünk, hogy ez mit jelent? Szerintem az van, hogy még várni kell egy kicsit, és amíg leraknak még mit tudom, 20-30 darab bálnát, és a végén azokat a pontokat össze kell kötni egy vonallal, és akkor jön ki a felirat. Egyébként ez is jó. De ez valahol Új-Zélandnál volt, vagy Skóciánál volt. Hogy bálna. Valaki vegye már a fáradtságot, és az elmúlt 5 év bálna találatokat keresse már meg a térképen, és állítson föl egy, nem tudom, egy kis rajzot róla, hogy tényleg mi a fenét üzen. Kössük össze, hát lehet egy betű. Tényleg. Igen. És azt írja, hogy egy Pataki Attila. Vagy Edda. Edda Művek Miskolc. Az óriási lenne, hogy azért az óriási lenne. És tudod, tényleg elkezdjen valaki rakni. De a művek, Misko, Új-Zéland szólt, és olt, és tudod, és ki. Higgyetek Attilának. Ne a szemeteknek, higgyetek Attilának, higgyetek, igen. Na jó, hát egyébként érdekes ez a történet. Csalulról jött föl. Tényleg a másik oldalról? Tehát Kínából? Ja. Kínából jött? Leúszott ott a tenger aljára. Átúszott a magmán. Azt tudjuk ki. Ott kicsit meleg volt. Nem volt fűszagú. Na jó. Igen. Valaki ezt írja, Viszmajornak számít a bálna csapás? Egyébként én ott állok a Szántóföldön, és ez a bálna agyonvág, az mi? Fizet a biztosító, vagy ez Viszmajor? Ezt így hívják ezt a farmot, hogy Viszmajor? Igen, van a Vadkertmajor és a Viszmajor. Ja, nem ismer? A jutaki Viszmajor. Nagyon híres major. Na jó, nem tudjuk megfejteni. Én imádom az ilyen történeteket, gyerekek, bálnák potyognak az égből. Azért ez mindig szenzációs egyébként. Morning Show. Morning Show. Fox
Idős kolléga, fiatal kolléga. Hát ez egy érdekes kutatás, és nem is tudom, hogy miért nem beszéltünk erről, pedig rengeteg munkahelyen van ilyen, ugye? Készült egy magyar kutatás, ami arról szól, hogy az idős kollégák nehezen viselik el a fiatal kollégákat, és fordítva. Ha? A fiatalok pedig nehezen viselik az időseket. Egyébként ezt már a mi korunkban is tapasztalhatók. Szerintem Ferének is vannak ilyen élményei. Neked is, Balázs, biztos vannak ilyen élményeid, amikor összefutottál a nagy öregekkel. Hát igen, én minden nap ezt élem. Tehát, hogy... ezt akartam mondani, hogy mi már benne vagyunk ebben. Igen. Tehát én ezt minden nap átélem, hogy milyen idős emberekkel dolgozni, és mennyire... Két ráncos öreg, bocs. Már nem úgy ére, hogy valaki fél értse, nem úgy értett. Igen, ilyen szokásaitok vannak, és mennyire nem értitek ti már a fiatalok nyelvét, és bármit mesélek, mondok, egyszerűen csak ilyen ködös tekintettel így néztek rám, de mennyire nincs már ez meg nektek. Igen, az tudjuk, életem és az életvitelem nektek ott, nektek ott a B oldalon. Azt mondod, számítógép, húj, mi az? Jaj, Istenem. Azt mondom, hogy már 18-an vagyunk az Instagramon, és így néztek rám hülyén, hogy hol. Mi? Igen, ja. Így is van. Reggel is olyan meleg volt már, hogy úgy gondoltam, beülök a velocipéddel. Igen. A kutatás ugye arról szólt, hogy megvizsgálták öt nemzedék képviselőjét, az Y generációt, a Z generációt, a veteránokat, a Baby Boom generációt, a 45 baby és a... Baby Boom. Ők a 45 és a 64 között születettek, az X generáció, az Y, a Z generációt, és rájöttek, hogy bizony nehéz az együttműködés. A Z generáció az a kik, a zombik már? Nem, hát az Z generáció az a 94 után születettek. Hihetetlen. Most lépnek a munkaerőpiacra, de a többség még diák. A később születetteket majd melyik betűre hát fogják elnevezni? Újraindul. Újraindul. A generáció. Szerintem egyébként, amióta világ a világ, azóta ezek az ellentétek ezek fennállnak. Tehát, hogy alapvetően szerintem az idősebbek, lehet, hogy mit tudom én, a hivatások vagy a munkájuk féltése szempontjából is, de amúgy sem nagyon szeretik, hogyha jön egy ilyen okoskodó fiatal, frissen szerzett diplomával, és akkor majd elmondja nekik, hogy merre, meddig, hány méter. Nem szeretik. Alapvetően bizalmatlanok. Ahogy egyébként egy fiatal se szereti, ha egy idős megmondja neki, hogy mit csinálja, hogy élje, hogy dolgozzon, hogy nyúljon az esztergapadhoz, majd ő biztos tudja, hogy kell, nem tudom, kenni gépzsírral a kamionnak az alját, vagy mit tudom én. Én már akkor széklábakat esztergáltam, amikor te. Mert a tapasztalat, és ezt nem veszik figyelembe a fiatalok. Ez a bajom a fiatalokkal, érted? Hogy? Hát, hogy a tapasztalatot veszik semmibe, te is. A Janival kapcsolatban, érted? Ott álltok a tévéképernyőjén. Ja, de jó, hogy voltam, tényleg. Te, a ez nekem még eddig eszembe se jutott. A tapasztalat az, amit te nem tisztelsz, meg hogy, az idős kor szellem. Hogy lehet, érted, az új erő, meg a friss tudás, meg minden. Igen. De azért ott van egy 30 év, vagy egy 20 év. Igen. Az esztergapad mellett eltöltve. Nem az a baj, sokszor az a baj az idősekkel, hogy úgy mondják el, mintha te teljesen hülye lennél a fiatalokkal, meg az a baj, hogy úgy arcoskodnak az öregek előtt, mint vagy az idősek előtt, mintha azok semmit nem tudnának. Meg őket fárasztja ez az okoskodás. Igen, mintha azok teljesen hülyék lennének. Tehát, hogy mindenkit fáraszt egyébként mindenki. Nyilván nincs meg a kölcsönös tisztelet se, ugye, tehát az idősebbeket kicsit sajnos a fiatalabb generáció egyszerűen lenézi, nem? Tehát hülye ő már nem tudja, mert idős. Igen, közben nem hülye, csak idős. Tudja, csak más a tempója, mint a tiéd, ennyi. De ugyanúgy meg tudja csinálni ő is, és ő már, ugye mindig azt szoktam mondani, mikor ezzel a korra jönnek, hogy meg kell azt élni, amint már én mondjuk túl vagyok. Tatás volt egy kicsit? Hát egy picit. Ez már olyan még volt, egy kicsit, mert beégünk felé. De ne, hát most érted, a 20 éves oda jön, hogy nem, én már ezért fater, és akkor arra azt mondhatja egy 50 éves, hogy értelek, cica fiú, csak az a 30, ami neked előtted van, az nekem már megvolt. Érted? Egyébként az az érdekes, hogy amivel leggyakrabban szoktak szerintem példálozni, ugye az például a számítástechnika. Uh-huh. És ugye a számítástechnika sem annyira friss műfaj már, hogy szerintem simán előfordulhat az, hogy olyan jönnek ilyen dumák, hogy én még annak idején basic nyelven programoztam, amikor te még azt se tudtad, hogy jaj, hagyjám. És nyilván a fiatal operátort, mondjuk ez olyan értelemben, vagy programozót olyan értelemben idegesítheti, hogy kit érdekel, igen, hogy hiszen most nem használjuk. Hát most már nem számít semmit, nem foglalkoztat senkit, nem használod a gyakorlatban, ez már csak egy, hogy hívják, egy érdekes, izgalmas szelete a múltnak. Nem? Há jó, de a múlt ismerete vezet a jövőbe, érted? Jézusom, Feri, aludj vissza. Feküdj le, aludj egyet. Jó, valakinek képviselni kell. Valakinek ezt is képviselni kell. Ez az ország nem csak 20 évesekből áll. Egyébként ezt jól fogod nyomni. Jól nyomod majd. Érted? Még 10 év és tényleg ilyen leszel. Mert most még csak ismerem ezeket, de akkor már komolyan is fogom gondolni. Most még csak úgy mondod, 10 évvel később ezt már meggyőződésből fogod mondani, igen.
Na, ugye kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, és nevezzék meg, hogy mennyi akkor különbség, milyen idegesítő szokásokat csinál, és nem akarjuk mi itt az idősebbeket bántani, sőt, mi több kíváncsiak vagyunk arra, hogy az idősebb hallgatóink miért viselik nehezen a fiatalabbakat. Tehát szemtelenek, trehányak, beszólnak, lenézik az időseket, akik egy munkahelyen dolgoznak, nem tisztelik őket? Egyszerűen hol van az ütközési pont, vagy hol van az ütközési felület? Kötekedőbbek, nagyszájúbbak, nyilván hangoskodnak, nem? Szóval, hogy ahogy én is idősödöm, egyre nehezebben bírom a hangoskodó fiatalokat. Egyszerűen elkezdenek idegesíteni. Na, nem? Tessék, és már rájössz, hogy az a 20 éves átmész Siófokra, mint amely nyáron a Balatonon, és rájössz, hogy az Északi Park maga a megnyugvás. És véletlenül bekevered Siófokra, és rájössz, hogy nem bírsz ott élni. Jó, mert 20 éves egyetemisták, gimnazisták, berúgva részegen mennek az utcán, és vissza akarsz menni az Északi partra nyáron, ahol nyugalom van, béke, csend, és... Na, és azt én vagyok a tatter. És rájössz, hogy neked már ilyen idősen az Északi parton kell nyaralnod, nem a déli parton, vagy hát legalábbis nem Siófokon. Azért ez nem azért van, mert idősödsz, hogy idegesít a Bencének az üvöltözése, őt mindenki idegesít. Mondtam már, hogy jön a karácsony, ne bánts az öcsémet. Ja, jó, hát csak az üvöltöző fiatalokról beszéltél, akik jönnek is. Ne bánts az öcsémet, van elég baja. Tényleg. Na nézzük, hogy mit írnak a mi hallgatóink. 28 éves vagyok buszsofőr. Az idős kollégák normálisok, viszont a velem egykorúak nagyképű köcsögök. Na, szatyi. Látod? Aha. Ez milyen jó meglátás ez, igen. Tényleg hozhatod a Ferinek a plédet a kocsiból, Balázs. Na, de ez is elárulja, hogy kinek van pléd a kocsijában, nem nekem. Nekem van pléd a fenyőfa vásárlás miatt. Azt mondja, hogy takarító családi vállalkozásunk van, a 24 éves fiam és a falusi beszédű anyós a nap fénypontja. Nyilván, amikor ők ugye találkoznak. Aha. Anyós minden reggel rászól a sráca, hát, hogy nézd már ki az ágyad, a brün hűljön a képedre, mondja ezt az anyós. A fiam így reagál, mama, én se teszem szóvá a szemed körüli lövész árkokat. Ott azért jó barátság van a nyugával. Jól indul minden reggel. Igen, ráadásul mama akkor duzzog, ha a srác ezt a mondatot elsüti. Mamám a munkát tolja TH-val. Tank hátsójával István küldte ezt nekünk. István kicsit brébuszokba fogalmazott, megörülök István. Hát vagy nem, vagy István túl fiatal. És nem érted a nyelvezetét. Balázs, inkább erről lehet szó. Hogy már én is. Ez sajnos nem érted ezt a nyelvezetet, igen, mert fiatalhoz. Ramosz itt van velünk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Na, hány éves vagy? Én 32. 32, az azt jelenti, hogy akkor nyilván idősebb kollégáddal dolgozol, igen, ugye? Igen, idősebb kollégá. Nyugdíj előtt áll még egy-két-három évvel, és akkor... És gondoltad, hogy most még utoljára beszólsz neki. Finom a helyre teszed. Szólok be neki, igazán csak jókat tudtunk nevetni rajta. Mit dolgoztok? Mit csináltok? Sofőrök vagyunk. Sofőrök vagyok. Hát ott nem nagyon találkoztok, nem? Hát ott mindenki a saját... Hát találkozunk igazán, hogy elég sokat rád. Tehát itt egymással járunk így több kollega, és így szoktunk így találkozni, meg esténként, mikor elszámolás van, vagy hajnalban, amikor elindulunk, akkor szoktunk vele így találkozni. Hajnalban. Na, mit csinál? Hát az a térdig felhúzódzogni, meg a hónajbolotválás, ami igazándiból neki furcsa volt, és erre azt mondtam neki, hogy a... Miért ez valami, hogy ilyen elvárás nálatok? Hogy a... Nem, elvárás nem, csak ugye ő neki ez furcsa, hogy mi ezt, hogy is mondjam, leszedjük, mint de azt. Te mi nyújtózkodsz egyet, és megkérdezi, hogy rám az hova tűnt a szó? Hogy jön ez szóba? Hogy... Figyelj már, neked nem nő a szőr a hondajat, de mondom nő, csak mondom, minket mondom, fazonra igazítjuk meg, megleszedjük, sőt a barátnőink is fazon igazítanak mindenhol, nem úgy, mint a... Hú, megcsillant az öreg szeme, mi? Azt se értette. Végetted? Azt se értette. Igen, megcsillant az öreg szeme, az a megyek Erzsikémnek, megnyírom. Meg ugye ez, hogy Csíkosztatyorra járunk dolgozni, mármint ő, nem mi, akkor nekünk ez még furcsa, mert látunk mink ilyet. Gyerekkorunkban elég sokat, de csak ez még furcsa, hogy még 2014-ben is ez van, mint anno 83. Hát aztán figyelj, lehet, hogy most ez a szőrös olaj, ez jön vissza. Én láttam tegnap egy képet Kobe Bryantről, az NBA legendáról, ahogy éppen örült neki, hogy beérte Michael Jordant az öröklanglistán a dobott kosarak tekintetében, és hát ott azért volt. Volt. Volt anyag volt. Rendesen, igen. Nem volt rá ide. Hát az is lehet, a sok kosár mellett. Elfelejtette. Egyébként igen, vagy tisztelget Michael Jordan előtt most, hogy megdöntötte a rekordját, igen. Jó, szóval ennyi, hogy zokniban jár, meg hogy úgy beszél? Hát érdekben húzott zokni, meg a húzentróger, meg ilyen hasonló dolgok, amik igazániból az idős embereknél megmaradt, mert őnekik így volt természetes, és ők ebben meg is fognak maradni,
szerintem, ameddig ilyenek. Csak ugye most mi ebbe a világban nőttünk már fel, ami már egy kicsikét, hogy is mondjam, fejlődőképesebb. Aha. Jó, oké, köszi, hogy elmondtad. Köszi. Ciao, hello, hello. Ciao. Na, nézzük még az SMS-eket. Azt mondja, hogy takarító családi vállalkozásunk van. Így szép volt, hogy ezt az előbb elolvasta. De még egyszer. Hát nem nagyon jó egyébként. Azért. Több ilyen vállalkozás is van. Nálunk fiatalként nem könnyű, csak az öreg módszere a jó, és sokat isznak. Nem bírják azt sem, ha poénkodnak velük, ez Zoli küldte nekünk. A kollégám 75 évesen feketén dolgozik, köpköd, káromkodik, és a 18 éves kolléga lányok feketét fogdossa. Kibírhatatlan. Ezt Bence küldte nekünk, aki 21 éves. Nem csak bátrabb, mint ti? Kivírhatatlan. Igen, mit akartál mondani? Pont ezt, hogy ha megnézed az SMS-eket, akkor arról szól, hogy nem is mindig a melóval van baj, hanem a többivel. Tehát amit Ramosz mondott, hogy a szőrös vonai és a fölhúzott zokni, itt mit mond a hallgató? Inkább. Ugye, hogy köpköd, felest iszik és megfogja a csajok fenekét, hogy nem azzal van baj, hogy ő hogy dolgozik, hanem hogy hogy éli az életét. Hogy mit csinál munka igen, közben. Hogy egyébként igen. Mit csinál. Srácok, rohadtul utálom, hogy Sanyi bá az esztergályos felessel kezdi a napot, mert ő azt mondja, így jobban lát. Na. Szerintem ez menő. Csak mondjuk, hogy nyilván balesetveszélyes, meg egyéb ilyen, nem, ilyen az a problémák lehetnek belőle. Az a balesetveszélyes, ha ő nem issza meg. A, igen. Érted? Mert ő már szinten van. De állandó. Az, hogy megmagyarázza, az nagyon tetszik. És nagyon jó ez a kis definíció. Jobban látok. Igen, az időskori alkoholizálás, az szerintem standard. Olyan vagy munkahelyen, ahol ezt nem ellenőrzik annyira, vagy nem, mit tudom én, volánbuszsofőr vagy metróvezető, vagy nem tudom. Szóval ott kicsit gurítasz egyet reggel, nem? És úgy egyszerűen beindul a napod, nem? Mindig igen. Más hozzá a reggeli pálinkát, körbekóstolod. Igen, ez még úgy 20-25-30 évesen még úgy nem, a hétvégéhez hozzátartozik a bulizol, de úgy hétköznap nem. 50 fölött már úgy. Ha megengedheted magadnak, nem ellenőriznek, akkor miért ne? Nem? Igen, meg esztergályos jönti leginkább csak önveszélyes vagy, nem? Ott nem vagy közveszélyes, hogyha itt is kezdesz el ott esztergálni. Más lenne a helyzet, hogy mondjuk darukkezelő lennél, tudod. Hát ott egy kicsit megjelensz egy emberes betongerendát, aztán kicsit elnézed. Igen. 31 vagyok, a munkatársam 55 körül. A köcsög nem akar segíteni semmit, ha kell. Milyen szép tisztelet, és mennyi, milyen mélység, nem? Amikor az ember így tiszteli a kort, igen. Bírom, hogy az idősebb kollégám lenézi a GPS-szel dolgozó fiatalukat, mondván az ő idejükben térképezett egy igazi sofőr. Igen, meg kellett tanulni, hogy mi hol van. Érted, a régi taxisok is ezt mondják az újakra. Ott nyomkodja azt a izét, azt közben meg tudni kéne, hogy hol van a Király utca. Igen. Én nem a GPS-t ismertem, hanem a város! Na, így. Volt egy idős kollégám, ha tanácsot kértem tőle, nem hallotta. Ha azt mondtam neki, oszíszunk egy sört, válasz, mehetünk. Szelektív hallás, ezt így hívják. Igen. Vajon nyilván a fiataloknak is megvan, vagy a fiatalság hátránya is megvan. De ha mi idősebbek leszünk, mi is megragadunk majd abban, hogy technikatagadók leszünk? Hogy tényleg úgy nézünk majd azokra, akik egy olyan segédeszközt használnak, amit most még nem fedeztek föl, mint ami még nálunk nem volt, és majd mi is azt mondogatjuk nekik, hogy hát ezért ezt old már meg anélkül, mert mi is meg tudtuk oldani, és kicsit úgy tekintünk rájuk, hogy fogyatékosok, mert nekik az már kell, lásd térkép GPS analógia. Tehát ez jön az időskorral, hogy kicsit azt mondja, ne, GPS, hát mi is megoldottuk, érted? És van egy ilyen tartás benned, hogy megoldottad. Hát a mai fiatalok meg milyen puhányok, hogy nekik mondjuk sofőrként kell a GPS, ami teljesen természetesen, miért ne használnád, ha ott van? Kérdezd meg, érted? Emberi kapcsolatok, elmész Győrbe, elküldenek a vasútsor 2-be, beérsz Győrbe, aztán megkérdezik, merre van, mondják, hogy vissza 6 kilométer. Ja, tényleg. Mindig ez volt. Bizony, és ehhez gyakorlatilag elősegített az emberi kapcsolatoknak fejlődését. Miközben a GPS-el való kapcsolat azért nem az egy érzelmi alapú dolog. Igen, de hogy ez jár akkorra, hogy egy ütem is elveszítjük a fonalat, és inkább azt mondjuk, hogy hát a mikorunkban meg lehetett oldani, érted? Igen, igen, de ez tényleg egyfajta védekezés lehet. Tehát, hogy azt mondja, hogy így picit magas neki, picit bonyolult, picit nehezen tanulja meg, és akkor rögtön elkezd védekezni, hogy az igazi sofőr az, hogy jöjjön, akkor térképpel közlekedik. Egyszerűen csak azért, mert az a kütyű bonyi neki. Igen. 26 éves gyógyszerész vagyok, 60 pluszos asszisztensek között. Én magázom őket, ők engem tegeznek. Gondolhatjátok, mi tiszteletem van. Ha adok nekik valami utasítást, csak néznek rám, és egyszerűen nem értik, mi történik. Nem is beszélve a napi, vegyél fel zoknit, hát meg fogsz fázniról. De aranyosak szólnak a mamzik. Hogy vegyél fel zoknit, meg fogsz fázni. Doktor úr, vegyél fel zok, vagy mi az, patikus úr. Uh-huh.
És oda meg is jó lány. És betűrik a pólódat, hogy nehogy megfázzal. Felhúzhatják a katyát. Mi vajon mikor lépünk abba a korba, hogy már kicsit a fiatalok érzik, hogy mi már benne vagyunk? Ugye, mikor léptünk? Hogy? Igen, hogy van? Te hallgat minket 20-as, 25-ös Morning Show hallgató, és kicsit néha érzi már? Hogy a srácok idősödnek? Hát nálam biztos. Nem? Hát amikor ezt mondom, hogy a tapasztalat a miénk, akkor a tiétek, akkor szerinted... Ugye, hogy néha már szerintem hallgat minket egy 20 éves, és azt mondja, hogy... Jézusom, ez is ugye? Kihalófélben lévő kezek is. De ez dermesztő, ezt nem akarom. Nem hát akarom? Pedig... Nem. Többet kell fiatalok között lébet szólnod. De... Járja közéjük. 20 évesek közé. Az újjá. Sziasztok, milyen mai duma? Milyen szleget használtok? Jelenleg, mi az új zene? Már innen öreg. Hallgass be, ezt kasserolod? Ugye milyen pro? Kasserolod, te tudod, és így mondanák, hogy Jézusom. Igen. Hát gyerekek, családos emberek vagyunk. Hát ez beszélünk itt ilyen. De az is szánalmas, hogyha megpróbálsz egy 20 éves, tehát hogy 20 éves szintre lemenni, érted? Tehát nem most vagy 30, mint én, 6-7. Gyerekek, én ha eljutok egy uszodába, véletlenül Bennyvel valahova, és mondjuk úszom két host, és valaki leáll mellém, és picit gyorsabb, azonnal rámegyek. És nekem még az is egy verseny. Te egyszerűen nem hagyhatom, hogy úgy szálljak ki a medencéből, hogy megelőzött. Tehát, hogy mindig rivalizálok. Az nem korfüggő, mert ha őt úgy hívják, hogy Darnyi, akkor érted. Nem, mert Darnyival nem találkozik, hiszen mondta, hogy a Bennyvel megy, ez a gyerekmedencében történt. Igen. De hát, ha tudszik egy 8 éves kicsit gyorsabb, akkor vagy megfogom a bokáját és visszahúzom, vagy aláúszom és leszed, de nem érhet oda előtt. Menjél vissza erre. Pálinkát főzök, és ha mondok valami hasznosat, hogy miképp cefrézzen az öreg, habzik a szája, hogy egy 22 éves takony neki ne mondjon okosat. Tényleg létezik azért ez a fajta oda-vissza működő előítélet, ugye? Igen. És rögtön megsértődnek. Tehát, hogyha mond valaki nekik valamit, akkor rögtön utána jön a durcáskodás. És zseniális parkettásokkal dolgoztatunk éppen otthon, nagyon jó arcok, fiatalok. És mondja, hogy neki az édesapja is parkettás volt, és hogy az édesapjának azt mondták, hogy elnézést, nem lehetne azt, hogy csomagolj össze azt, hogy nekem nem mondják meg, hogy én mit csináljak, hogy ezt csinálom már 30 éve. Tehát, hogy tényleg van bennük egy ilyen, hogy neki nem mondja meg senki, hogy ő azt hogy csinálja. De 40 éve szakmai múltal kicsit egyébként megértem. Igen, de... Ez a 40 évesen te oda menni, és 40 éve parkettáznál, és jönne valami tejfölszájú 22 éves... Nem mondja de meg. Ugye, nem, hogy nem bírnád elviselni, hogy neked megmondja, hanem van az embernek egy természetes egója, amit te kikéred magadnak, hogy neked nem mondja meg egy 20 éves, hogy kell parkettázni, tehát valahol jogos, nem? Attól, hogy régóta csinálsz valamit, nem feltétlenül igaz, hogy jól csinálod. Ez nálatok bebizonyosodott. Így van, nyugodtan írjátok meg, igazad vagy, Jani, és értjük, hogyan ironikus voltál. Igen. De mi most miért baj, hogy hullámos a szalagparkett, a hétvégén tudsz csúszdázni? Hát igen. Felülsz rá, lecsúszol, fölmész, lecsúszol. Kinyitom az ablakot, behavazódik, aztán a gyerek is tud ródlizni. Ródli. Na tessék, már ezt a szó használatot is. Végülje. Igen. Tedd már az eszcájgot, ne egyél inkább kézzel. Miért? Tedd már az eszcájgot innen. Anna, te kivel vagy egyébként? Olyanokat írogat itt. Anna? Hát figyelj, olyanokat írogat. Nem leszel olyan helyeken, ahol modern dolgok pörögnek. Írja nekem, hogy... Mi van? Témáitok, gyerekek. Prostata, egészséges életmód a múlt héten. Papik, a három papa. Te dumálsz. Miért? Én, figyelj, egy nő más. Most engem vegyünk le, légy szíves. Vegyünk le a igen, vegyünk le. Mert ő az üdítő kivétel. Én nő vagyok, most nem rólam van szó, most rólatok van szó. Hát igen, a három papa. Hát mikor pörögtetek ti az éjszakában? Milyen sztoriaitok vannak? Prostata, egészséges cica életmód. Útifűmakhéj, jó volt, te nem volt jó. Jani, keni a kezét, te prostata vizsgálatra. Herevi szél. És a titokzatos zsibbadás. Érted. Megérkezette már a Benni tesója. Miért? Egyébként gyerekek, csak mondom, éjszakai felkelés, prostata, herevi szél, lábúj zsibbadás, és retrónak jövőjét kedden. Tehát erre egy 20 éves azt mondja, hogy figyelj, hát akkor ezt én inkább nem. Tibi bácsival találtuk meg a közös hangot, azt se tudja a hallgató betelefonál nekem, hogy te, Anna, mondd már meg ezt ki. Érted? Hát... Kicsit igazad van. Ez van. Beadtuk a múltkor is adásba Santa Máriát, most már tényleg kellemetlen ez a sztori. Kicsit kezdünk kellemetlenek lenni, ez a helyzet. Klasszik 40-es sztorikat beszélünk meg adásba. Igen, hát, de hát ez valahol meg természetes, hát nem tudtok kibújni a bőrötökből. Hát nem mentek az éjszakába pörögni. Hát de megyünk. De menjünk. Jár, nem, jó, leülsz egy 8000 forintos vörös bor mellé és iszogatsz. Figyeljetek. Gyerekek, mi belemegyünk az éjszakába, csak éjfélre otthon vagyunk. Hát ezzel... De mehetünk bele többször is a műsor érdekében, csak ezt majd otthon be kell adni valahogy.
Jani, tudod, hogy belehasít péntek délután 3-kor az éjszakába? Hát én azt tudom. Tudod, mennyire belemegy a péntek éjszakába délután 3-kor? Látom magamet, hogy belefut a ködbe. 9-kor már ilyen avokádos szájszéllel, az ölembe borult nachosszal horpasztok a tévé előtt, és fut valami ezerszer átott 82-es zombi film a tévében. Papperos. Hát igen, ez jó. Ennyi. Na ezen gondolkodjatok el. És a telefonos vágólányunk se fiatal. Na mehetünk. Igen, az de... egy másik téma, mondtam. Nem akarok ebbe belemenni, ez így van. Én nem pörgök az éjszakába. Én az éjszaka arca vagyok. Így van. Egy igazi partiac. Egy attraktív partiac, igen. Na jó van. Jó téma egyébként szerintem. Tényleg érdekes, hogy a generációs különbségek milyen feszültségeket szülnek egy-egy munkahelyen. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 ez? Igen. 8 ez. De várjál, ez a századforduló környékén mondták így, tata. Igen. Nem csak néztem, hogy mit játszott a Saint Germain, aztán azért picit elbizonytalanodtam, hogy most nyert a Saint Germain, vagy nem. Hogy mi a helyzet. Na, gyerekek. Nem érdekel ez az egész, ami itt van ma. De akkor adjuk a fejlődbe. Én tökre megértem. Rohadt sok gomb, figyelj. Effektek. Nem érdekel ma ez az egész. Hagyjatok békén ma. Az én fejemben parkettázók mennek oda-vissza a szobánkban egy csiszológéppel reggeltől estig. Menjünk haza. Mi van egyszer 8 órakor haza megyünk? Mi van, leteszünk és azt mondjuk, ma nem. Ma nem. Ma nem is kész. Zenék és hírek 10-ig. Figyelj, értsetek meg, ma a fontosabb dolgok a foglalkozni. Ma valahogy minden fontosabb. Nektek is van biztos olyan napotok, amikor más dolgok járnak a fejetekbe, így mint van. Aminek kellene járnia, hogy az esztergálás nem az esztergálásra, a sofőr nem a vezetésre, nem. Vagy a mikrobiológus nem a mikrobiologizálásra. Egyre több ilyen napotok lesz, mondjuk ebbe a korba már. Mondjad, Milf. Te dumálsz, aki tegnap már nem jött be dolgozni. Micsoda, nem voltál tegnap? Vérvételem volt. Azért ilyen nagy a szája egyébként, mert az orvos megmondta, hogy hát hölgyem, hát itt nincsen semmi gond, van. Ez egy gyönyörű egészséges 50-es test. Egy aljas! Azt mondta, hogy hibátlan, gyönyörű. Azt mondta. Persze, semmit nem mondtak. Megszúrtak, aztán jöttem kifele. Hát az eredmény még nincs. Hát ebben a korban már vigyázni kell az embernek az egészségére. Hát nem. Hát oda kell figyelni. De kötelező egyéves labor, vagy csak úgy, igen? Ez már 2 volt, igen. Havi kettő. Akkor gondolom, meg volt előtte a kötelező egyéves labor is. És a kivető fogsorod nem mozog még? Az meg... Nem, mert rögzítem nagyon jól. Minden reggel rögzítem. Szövegeljetek. Menjetek haza, pihenjetek, tikorotokban már vigyázni kell. Megcsinálod te 10-ig, vagy mi? Zsűlelit elketyegünk, Lacival. Na, elketyegünk, ez jó duma egyébként, ez jó, elketyegünk. Elketyegtek itt Mr. Sebességgel? Zsűlel? Hölgyeim és uraim, a következő a helyzet. Itt van a férfi, aki nyilvánvalólag minden lehetséges hibát elkövetett a mai reggelen, amit szülés közben el lehet követni, mert nem ő lenne az, aki... Apuka! Jó reggel! Hello! Halli! Jó reggel! Hello! Ott van a kezedben a kis karcsi? Nem, egyelőre egy tároló és egy vizsgáló között vagyok. Kicsit eltévedtünk. Hát így, éjszaka, illetve pontosabban éjszaka folyt el a magzatvíz, de várt a kis karcsi. Bali, várja lassabban, egy picit tagoltabban, mert nem tudja írni a bulvár. Igen. Félek is, hogy mennyire hűljek, mert az, hogy a kicsit hűlök, az üzes megírják, azt pedig a vikirem. Viccet csinált a második gyermeke érkezésében? Nem, illetve úgy szokták, hogy viccet csinált a második gyermeke érkezésében. Ennek a fiúnak semmi se szent, humorizál a saját gyerekével, ha többet tudni akar a valóságnak. Keres az újságosokat. 6 óra 30 perckor megérkezett a kis mágua. És, ez az új név. Jó. Nem, hát nézd, voltak névötletek, aztán a Viki egyszer csak ott láttam, hogy nagyon fáradt, odaszólt hozzám, hogy Balázs, legyen Gültem. És mondtam, hogy hát szerintem a Gültem picit fura. Jó, legyen az. De ha azt mondod, Viki, legyen Gültem, hát akkor legyen Gültem, úgyhogy a kis Gültem megszületett, itt van. Megérkezett 2,8 kg, tehát majdnem 3 kg egyébként, nagyon érdekes az volt, mert az orvos, aki megvizsgálta, amikor ugye lemeszik a lábméret, stb. Kiderült, hogy fogász 2, igen. Mikor mondták, hogy fejkörméret, nem tudom, 34, akkor mennyi? 34, mennyi? 34, akkor beírom, és aztán sóhajtott egyet, azon nagyon jót mosolyogtam, de pontban fél hétkor megérkezett. De jó, a kis sebesség gyűltem pokai múl.
aki sebesség ültem, harmadik neve Mágua, megérkezett, úgyhogy nagyon-nagyon fogtam a Vikinek a kezét, nagyon fogtam a fejét, aztán szóltak, hogy ez egyel arrébb van a műtő, úgyhogy meg... És hogy ő nem a Viki, és hogy ő is Viki, hogy nem ő is éppen szült, de őt Andrának hívják, és nem az enyém, mert egy kislány lesz, és Szonya, menjek át a másik műtőbe, átmentem, megtaláltam, ott is nagyon szorítottam. Aztán átzavartak a fejéhez, mert mikor 3 perce beszéltem a lábához, akkor mondták, hogy kerüljem meg. Kiderült, hogy ez már a gyerekfeje. Kiderült, hogy ez már a gyerekfeje. Igen, de jól van, nyilván csak humorizálok, egészséges, úgyhogy minden. Minden a lehető legnagyobb rendben van. Iszom nagyon a teát, hogy megjöjjön a tej. Mindenképpen. De figyelj, nagyon iszom. Egyelőre nincs előtejem, de remélem, hogy a tea meghozza. Már egy 1,5 literbe nyomtam a tejhozó teából, úgyhogy szolidaritok. Figyelj, mondta egyébként Gábor, hogy most nagyon fontos, hogy a Viki megfelelő mennyiségű B-komplexet fogyasszon, később pedig, hogyha már magához tért, akkor újra adagolhatod neki az F-komplexet is. Jó, de Gábor mit mondott volna, hogy egyen meg 1,5 kiló felsált? Hát igen, fura nyilvával. És hogy nem halljuk a kis Gülten Pokaimu Mágó a sírását? Hát mentél egy másik épületbe? Itt vagy? Úristen, elájult. Most álljunk át. Elvágott, de infúziót. A kis Mágó alszik túl már az első szopizáson. Ez tök jó. Igen, miután szopizott, rátettem a Vikire is, úgyhogy ott is. De jól van egyébként, abszolút. Ja, döbbenet ez egyébként az, hogy ott ültem tényleg, amikor kiveszik, és az embernek van egy csomó félelme, hogy úristen, a másodikat fogod-e tudni ugyanúgy szeretni, meg milyen lesz, meg tudod, ha már van egy, aki nagyon komplex, aztán megszületik, és abban a pillanatban úristen, minden ilyen kétséget. Igen. Úristen, senki olyanra fog hasonlítani. Igen, mondtam a Vikinek, hogy örülök, hogy jól vagy, azt majd később megbeszéljük, hogy miért fekete a gyermek. De hogy... Mindenki egészséges, az a lényeg. Úgyhogy egészséges, jól van, és hát egy zabálnivaló kis tündér, egy kicsi sapka van rajta, nagyon helyes, fogtam a kezemben, már egy órát nálam volt, a Vikinél is volt. Úgyhogy, jó, az egy kicsi kis sapka, minden... ez nem lehet. Hát igen, nyilván azzal anyám bevásárol, de... Figyelj, azt nem hisszük el, egy emberként áll az ország a történés mellett értetlenül, ha te tényleg mindenféle akadályoztatás, mindenféle balfékség nélkül beértél a szülőszobába, és tehát nem rossz ajtón mentél be, nem kiabáltál olyan éjszakás nővérrel, aki a valami egész más részlegen dolgozik. Mint 5 évvel ezelőtt apuka a szülőszet egyen följebb van, ez az úszülatosztály. Nem, képzeljétek el, hogy a második azért már valahogy tényleg sokkal nyugodtabb. Tehát ez egész olyan rutinszerűen megy, hogy elfolyt a magzatvíz, akkor elmentem, lezuhanyoztam, mondtam, hogy mégsem mentek be, úgyhogy elfolyt a magzatvíz. De nem, tényleg, szóval, hogy beültünk a kocsiba, bejöttünk, nyugi volt, éjszaka volt, kevesen voltak az utakon, nem rohansz, nem pánikolsz. Tehát van valami olyan rutin tényleg az emberben, ami egyszer csak így előjön. Megtaláltuk a helyet, jó helyre jöttünk, igen, nem az újszülött osztályt ébresztettem fel hajnalba, úgyhogy rúgdaltam az ajtót, mint 5 éve. Úgyhogy ilyen teljesen zökkenőmentesen ment a dolog, úgyhogy tényleg is ezt beértünk ki, így körül és fél, akkor meg is született, halálosan, nyugodtan. Ezúttal a szülészorvos lapozgatta a szakirodalmat. Nem, 5 évvel ezelőtt még megkérdezte, hogy Balázs, ön ezt hogy csinálná? De most nem. Tartsa már egyszerűen a könyvet, még nem látom az ábrákat. És ne reszkessen a keze lehetőleg. Na jó, van, gratulálunk. Az a félelmed, amit ugye most már mi hónapok óta hallunk, hogy nem fog aludni a gyerek, az már szerte foszlott. Tehát születés után 1 órával aludni. Hát ez tök jó. Hát a Bennyhez képest ez már mindenképpen előrelépés, mert a gyerek ebben a hónapban már aludt 1 órát. Hello, szia, köszönjük, hogy köszönjük velük még megint elájult. Gratulálunk. Igen, gyorsan én is mellé feküdtem, és aludtam 1 órát. Azt mondják, hogy azért itt a kórházban nyilván ez még tehát majd, amikor hazamész, de hát mi mindenre fel vagyunk készülve, figyelj, az a dolga, hogy sírjon, tehát ezzel nincs baj. Jó, aha, majd 2 év múlva ez biztos ezt mondod. Aha, az a dolga, hogy sírjon, nem akarom lesírjon. Ez úgyis rajtatok csattan, de a gyermek egy tündér. Figyelj. Nagyon cuki, nagyon formás, imádom, szeretem, pici lábban, megpuszilgattam, megszagolgattam, úgyhogy nagyon. Hát a tiéd még kipuszilgassa, érted? Nagyon kizabálni. Figyelj, és kizabálni és már úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy apa, nézd, postaláda. Nyilván, hogy beszél. Ha már valami ilyesmit mondott volna, mondom, egész jó, nem rossz, hogy újszülöttök, nézzük, akkor most mennek a kártyatrükkök. Így van. És mentek? Nézd, apa, postaláda, és van benne egy bankszámla kivonat, majd hozzászoksz kicsit, minden nap jön 2. Tudod, mit akarok mondani? Hogy azt mondod, hogy a kórházban nagyon csendes, és ott alszik a gyerek. Nem beszéltél esetleg a főorvos úrral, hogy kibérelnéd az egész? Hogy ott tudjátok-e hagyni. Szintet, hogy ott lehetne esetleg hagyni, mert itt alszik.
Igen, mondták, hogy két nap múlva már hazaadják, mondtam, hogy ez biztos, doktor úr, nem lehet itt ráhúzni még egy hetet esetleg úgy, hogy beköltözöm. De mondták, hogy két-három nap múlva úgy néz ki, hogy ma hazajön, de mondták, hogy azért igen, itt a kórházban általában azért még nyugisak nyilván, tehát ebből a nagy következtetést nem lehet levonni, de hát ha sír, szóval azzal sincsen semmi baj, mi már azért itt túl vagyunk a Bennyvel egy-két dolgot. Tényleg az ember valahogy így a másodikra azért ezt már egészen flottul és ügyesen intézni. Ó, ezt én sohasem fogom megtudni, sajnos. Hát ez. Sajnálod. De te a 20-at sem intézted volna flottul. Ha mindenit. Mire számítsunk holnap, hétfő, kedd? Benézel még az idén, vagy január 5? Mert mi már jeleztük, hogy akkor mi van bent még szabadságunk. Holnap szerintem vagyok, hétfőn is vagyok, hát a retronom, ki nem hagynám, vagyok, persze, abszolút vagyok. Hát, ma kellett ugye itt helytállni apukaként, meg segíteni a gyermeket, meg a Vikit, de holnap 6-tól 10-ig abszolút jó vagyok, úgyhogy megyek természetesen. Ma egész nap itt, meg rohangálok, meg délután ugye hozzuk be a Benit hozzá, de holnap vagyok reggel. Hát bejöttek ide akár mind a hárman, vagy négyen is, hát a padlószőnyeg új, mosogatógépünk is van már, érted? Extra. Már ugyanolyan, mint egy újszülött. Gábor hozott csicsokapürét. Gyújtunk egy gyertyát, aztán érekelünk. Én menne vagyok. Ennyi. A Vikit. A Vikit kicsit nehezebben menne, hát igen. Nagyon szépen köszönjük az SMS-t, amiben Janit és engem meginvitáltál a tejfakasztó bulira. Az időpontot és a helyszínt elfelejtetted megküldeni. Jó, tehát igen, azt még várjuk. Jó, de majd mindenféleképpen küldöm hétvégén, vagy jövő héten lesz a bilet, tehát 24-én az ajtó nyitva, de sose jöttem. De ha, ahogy ígérted, hogy Mészáros Dóri is ott lesz, és elnyomja nekünk a hétfátyol táncot, akkor mindenképpen megy. 13.53-at mondtátok sokszor? Persze, meg már itt van Kokó, úgyhogy jön hozzánk. Ja, tényleg, ő azzal kezdte, hogy milyen jó fej voltál tegnap, hogy jótékonykodtál. Hát egy kicsit igen. Aranyos, na majd elmeséli. Hogy erről ne beszéljen sokat. Igen, voltam tegnap, igen, nagyon helyes kis ételosztás volt, jó volt, igen. Jól van, na úgyhogy ne reménykedjetek, holnap vagyok, úgyhogy érkezem. Jó? Jól van, hát sok boldogság. A bulvárnak üzenjük, hogy ebből a sok bolondozásból csak a fél komolyat írja meg, hogy nehogy aztán itt komolyan vegyek. A gültemet és a vinettet. A gültemet és egy másik nőnek fogtam a fejét, és igen, hozzá beszéltem, úgyhogy csak humorizáltunk. Figyelj, a bulvár csak akkor vesz komolyan, ha ügyvéddel üzensz neki. Egy Balázs rossz szobába ment be a szülőszobába. Ennek a srácnak semmi se szent. Na jó van, elengedünk, csókoljuk. Megölelgetem a kis gyermekemet. Meg sziasztok. Jó. Boríték. Tudod, ne felejtsd el, dupla, mint a múltkori, mert az ciki volt, kevés volt. Kártyát inkább pinkóddal. Megyek, mert azt mondogatja a kis gültem, hol vagy, apa, hol vagy? Persze, nyilván. Na jó van, szevasztok, puciuk a Vikit. Hello. Szia. Morning Show. A Klassz FM. Óriási tapsot kérünk Rácz Gergőnek. Jó reggel! Figyelj, kezdjük azzal, hogy mi a bajunk veled. Jó? Indítsuk így, mert mégiscsak egy baráti be. Nem. Hogy azt mikor fogod eldönteni, hogy te zenekari tag vagy-e, vagy szóló énekes, vagy ezt lehet a kettőt csinálni? Ugye tavaly nagy sikerrel a Dal című vetélkedő műsorban, vagy inkább ilyen eurovíziós felkészülő műsorban a kis csapatoddal ott voltál, a Full Moon-nal, imádtuk, mi itt személyesen is szurkoltunk nektek. Köszönjük szépen. Igen, ez volt az, amit kerestél, a szó, de mi is köszönjük, tényleg nagyon szerettük, és szerintem az ország is szerette ezt a dalt, és ugyanakkor Rácz Gergő, mint önálló személyiség, időről időre megjelenik. Hogy ezt lehet így csinálni? Nem haragszanak a srácok? Hát ezt tulajdonképpen tudták, amikor a csapat tagja lettem, hogy... Hogy nem szeret háromfele utalni. Közben nekem vannak saját dolgaim. És amellett ugye még mást is csinálok, mert ugye mind a szerző, zenei producer tevékenykedek. Hát jó, az oké. Tehát tulajdonképpen így a zenén belül szeretek mindenfélét csinálni. És ezért is jött ez az ötlet, hogy csináljak egy olyan videót, ami egy picit azt demonstrálja, hogy én mikkel foglalkozom most, és mikkel foglalkoztam korábban. Tehát elég bevállalósan kezdődik, mert egy ilyen kis időutazást csináltam meg a videóban, beöltöztem egy korábbi szettembe, ami... Ez egy létező szett egyébként? Így van, mert nekem megvannak azok a ruháim, amiket ilyen fontosabb klippekben elsütöttem, és akkor csináltam egy olyan videót, ami a kezdetektől, tehát a VIP-tól, a szóló dalaimon, egy-két olyan dalon keresztül, amiben producer voltam, és a Full Moon-ig. És tehát, bánod már ezeket, tehát a VIP-t? Meg kell, hogy mondjam, amikor még nem jelent meg a klip, akkor én izgultam miatta, hogy most mit fognak szólni hozzá. Tehát ez, én
ez bátor dolognak éreztem belülről, és nagyon meglepődtem a reakción, mert gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megjelent, már nem tudtam úgy felhívni valakit, hogy ne azzal kezdte volna, hogy Gergő, láttam a timeline-t, és nagyon tetszett. Úgyhogy eredetileg én ezt nem is egy klipnek szántam. Ez egy nagyon egyszerű videó, viszont egy mindenki promóciós úgy... anyagnak, vagy mi? Hát azért ahhoz ez sok. Igen, viszont igazából egy ilyen tartalomnak, ami jól jön, hogyha éppen készülődök még valamire, és közben történik valami, viszont korábbi elkezdte úgy kezelni, mint egy klippet. A korábbi szettek azok mit jelentenek ilyen felépőszetet? Tehát igen, mit tudom, elővetted újra a magasarkú lakcsizmádat, a szájpecket, meg a cipzáros maszkot, vagy... Igen, a vörös magasarkút. De még ma is ahhoz jól képest, ahhoz képest, hogy csak ilyen kis visszatekintésnek, vagy visszakacsintásnak a múltba szántad ezt az anyagot, már megnézték majdnem 65 ezeren, úgyhogy azért igen, az embereket érdekli. Igen, és osztják a Facebookon, és teljesen meg vagyok lefe. Vagy osztják? Osztják meg, igen. Nem mindegy. Nem, egyébként tehát féltem így a kritikáktól, mert alapvetően érzékeny vagyok rájuk, és annyira jól esik, hogy jókat írnak és kiemelik. Akkor jó kezdtem a beszélgetést, igen. Hogy az a bajunk veled. Tényleg ezeket te elolvasod még, meg fölhúzod magad rajta, hogyha valaki bántja a te ártatlan lelkedet. Ti semmit nem olvastok? Hát nem, azt tanítják, hogy nem kell olvasni nem, semmit. Tilos. Legyen pár olyan ember az életedben, akire figyelsz, aki megmondja a tutit. Akinek tényleg azt mondod a véleményére, hogy figyelj, az számít, mert szakmailag ott vagy, emberileg ott vagy. Felesleges de... idegeskedni, Ferének szívritmus zavar, hogy lettek nekem megszaggatottá vált a vizelésem is, és akkor a baj. Hát azért érted. Hát attól függ, mit olvas az ember. De nem, nyilván, látod, ez a veszélyes, mert elkezded olvasni, hogy majd lesz jó benne, és lesz majd, meg lehet, hogy az első három is jó, az fölrepít, és utána van valaki, aki beír valamit névtelenül, arc nélkül, és akkor az meg lehúz. Sok esetben nekem Feri, én pedig Feri. Mi mondjuk egymásnak szoktuk egy darabig, de leszoktunk róla, és most már csak az mondja, hogy átküldjük SMS-ben, tudod? Van egy ilyen nicknemünk, vagy hogy hívják ezt nicknévnek, és akkor azon. Szóval, hogy szerintem tök fölösleges. Vagy csak akkor olvasgass, hogyha fölkészültél rá lelkileg. De hát szerintem te nem vagy erre alkalmas. A kommentek olvasására, tehát mert egy érzékeny lelki gyerek vagy. És gondolod, hogyha mi felhúzzuk magunkat, alapvetően nem vagyunk érzékeny emberek, akkor hát nálad mi lehet? Gondolom, más írt érszakák. Hát, százas papír, rettendő csomagok. Lehet, hogy ezért van az, hogy annyit dolgozom egy anyagon. Így van, dolgozzál, ne olvas. Igen, tehát, hogy nagyon maximalista vagyok, és addig nem merem kiadni a kezemből, amíg lehet, hogy ez pont emiatt van, mert félek kritikát. De egyébként, hogy egy nagyon picit így élődásban nyaljak neked, szerintem... Jó, elég. Na, hát ennyi. Szóval nem rossz az, amit csinált. Tehát annak idén például te számomra a VIP-ben egy ilyen megfoghatatlan figura volt. Tehát ott nem éreztem nagyon a súlyodat. Tehát, hogy valahogy így nem voltál meg. És aztán jöttek a saját ilyen kis privát dolgok, meg a film, és rájöttem, hogy ez a srác tehetséges. Tehát, hogy ez így tetszett. De akkor tehát így ilyen, tudod. Ilyen futottak még kategóriának, számítottál most meg, és ez annak köszönhető, hogy jó vagy, jól csinálod. Köszönöm szépen. Fú, gyerekek, mi az Isten van? Karácsony lesz. A Vadon Janit hallottuk az elmúlt egy percben. Hát nem most komolyan, most mit csinálja? Jézusom, hát na, hallgassunk bele akkor biztos, ebbe. Biztos, de csak a gyerek születése óta, már az én gyerekem születése óta, azóta teljesen megváltoztam. Csak más én. Minden, az már mennyi 12 éve volt? Hát. És előtte volt a VIP? 90. Jó, így szépen megy alattunk, jó? És amikor extázisba esünk, hogy Úristen, ez volt a fiatal korom, akkor kicsit belehallgatunk majd jobban. Jó. Nekem már az a középkorom volt így is, de egyébként szerintem ez azért jó, mert vagy az lehetett egyébként az egésznek a célja, hogy ennyi dalt összemixeltél, hogy hát ha az egyik miatt elkezdi majd játszani a Klassz FM? Például. Hát... Egy picit benne volt, nem? Egyrészt kíváncsi voltam, hogy tud megszólalni csak szájjal. Aha. Így egy komplett zene, de amikor meghallgattam, akkor meglepődtem rajta, és akkor meg kell, hogy mondjam, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha játszanák. Istenem, majd beadjuk a programigazgatónak a dolgot. Mi az a bansuri? Az egy indiai hangszer, fúvós hangszer. Hogy szól? Hát, ilyesmi. Most én nem hallom, amit ti hallottok, úgyhogy lehet, hogy nagyon... Csak az előbb volt kiírva, mert ugye mindent föliratozol ebben a klipben, hogy orgona, cín, basszus. Uh-huh, igen, most hogy van ilyen hangszer, vagy ez csak egy szimpla elütés volt. Volt még egy kava.
Az ká, igen, káva. Az ja, a káva, igen, az a pergőnek, a pergődobnak, amikor ráütsz. Mennyi idő alatt lehet egy ilyet összerakni? Tehát ez nagyon macerás dolog? Ez macerás bizony. Tehát itt kezdve onnan, hogy el kell kezdeni kísérletezni, hogy mi, hogy szól, és az ember visszahallgatja. Tehát így hetekig el lehet vele szöszmötölni. És tök jó pofán promotálod egyébként azokat a művészeket, akikkel együtt dolgoztál, hogyha jól értelmezem a melleden lévő fotókat, ugye? Így van, így van. Kati és... Kati és a kerek Perec. Ha nem, azért annyira nem lehet idős. Figyelj csak, hoztál ide egy ilyen szerkezetet, ez egy fekete doboz, így nekünk ránézésre a Janival, de lehet, hogy a Jani már tudja, hogy mi ez, mert nekem fogalmam nincs. Mi a cél? Hát, ezt nem használtam, amikor elkészítettem ezt a timeline videót, viszont ez arra nagyon alkalmas, hogy bemutassam, hogy kb. Hogy áll össze egy ilyen egyszemélyes a kapella. Egyszemélyes zenekar. Zenekar, igen. Mondjuk az a macera ezzel, hogy nem tudsz egyedül fellépni vele. Tehát élő koncertet nem tudsz adni. Így, igen. Hát tulajdonképpen ez meg egy olyan eszköz, amivel egy picit lehet, persze nem ilyen bonyolult dolgot, mint ami ebben a videóban van, hanem valami egyszerűbbet, és gondoltam, hogy az ilyen bepillantást nyújt hallgatóknak. De lehetünk nektek. Mi valami benne? Úgy gondoltam, hogy mutatok egy pici részletet a timeline-ból, és aztán utána belekezdünk egy olyanba, amiben részt vennétek ti is. Júj, te mi akarsz lenni? Káva vagy bunjuri? Én lakodalmakra akarok fellépni, úgyhogy szeretném szívben megtanulni nagyon gyorsan. Unco. Ez jó alap? Hát nagyon jó, már a színek megvannak. Igen. Igen? Így van. Jó, mit kell csináljunk? Akkor először megmutatom, hogy nagyjából, hogy áll össze egy ilyen. Hát és akkor utána bevonlak. Gitár, dob, basszus, ének. Igen. Nem? Na, akkor először pár P betűt és pár K betűt. Mutatsz nekünk jó. P betűket? Mutatnék jó. Nektek, igen. Jó, de ezek már hangok. Egyként kedvenc szavam is ezekkel a betűkkel kezdődik. Na most ez a... Tehát, hogy bele fog hallatszódni a nevetésed. Igen, tehát innentől kezdve, hogyha éppen ja, bármi, valamit... Gyumálunk a... Igen. De most már... De jól áll benne. Aha. Pont jókor röhögtem. Igen. Most egy basszust fogok énekelni. Szerintem. És jön vissza, és utána magadra... Aha. Mondjuk beteg dolog, hogy ül az ember egy mikrofon előtt, nyomogatja a gombokat. Már három sáv megvan. Négy sáv. Igen, és most ráéneklem, innen felismeritek majd. Valaki balra beszélben, lehúny szemmel jár. Hogy ne ismer? Valaki hát, attól fél, elveszett. Ezzel hívtanak a múltkor, hogy milyen jó az a dal. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták. Temeti holnapját, de én ott leszek, jöhet a ott veled. Hát tulajdonképpen ennyi. De jó, hát tapsot neki. A figyelj, reggel fél nyolckor. De jó, hogy befejezted, majdnem elsírtam. Már kérte a zsepit, illetve áthajolt a vállamra a Jani. Így van, és akkor most jöttök ti. Igen? Kezdem egy ilyen kis grúvval, és lehet, hogy először megcsinálok négy sávot, és utána ezeket ki tudom törölni. De miért? Ne te csináljál. Majd, jó? Majd mit csináljuk? Mi kell? Ez egy jó lábdobnak, jó vagyok legalább? Vagy... Mutasd. Nem rossz. Kicsit lehet úgy, hogy... Tudom, a igen. P meg a K. Aha, igen, a P, igen. De meg a K-ra rá vagy izgulva. Mire gondoltál, tesó, hogy ezt ki fogja csinálni kettőnk közül? De tényleg. Mi történt? Na. Mire gondoltál, tesó? És akkor ez menne körül. Mire gondolnál, tesó? Igen, mert eddig egyébként marha jó, csak nagyon standard. Nem lehetne valami, hogy hívják ott valamivel feldobni? Tehát, hogy valami, itt tudom én, ahogy a rapperek is szoktak időnként, jó man, meg ilyeneket belemondogatni. Come ilyeneket, on. Én szeretném, hogyha ti mondanátok bele. Okay. Csak amikor a felvétel van, akkor ne beszéltek bele, mert akkor... Jó, majd ezt hagyjuk ezt, mert ez a hallgató számára így egy kicsit megfoghatatlan sztori, mert megcsináljuk közben, jó? Jó. De, mert nekem van még egy fontos dolog, ugye ezt azzal kezdtük, hogy tavaly nagyon izgultunk, értetek, a dalban, most idén meg tudjuk ezt tenni. Ismét. Így ja, van. Idén izgultunk, nagyon köszönöm, Laci. Tényleg, én már elpukkantottam a szilveszteri pesgőt egyszer-kétszer ebben az évben. Én meg jövőre fogok izgulni, akkor nézem vissza az idei. Ha, jó, tehát idén nagyon izgultunk. Jövőre izgulhatunk-e? Kösz, így Laci. Van, így van, izgulhattok. És hát ugye a tavalyi műsor az nagyon
lefárasztott, ott nagyon sok mindenben ott voltam. Aha. Így hangszerelőként, zeneszerzőként, az egész színpadi koreográfia. Hát kicsit rányomtad magad a zenekarra, fogalmazunk így. Így tehát van. Gyakorlatilag Rácz Gergő volt minden, érted, és ott voltak a srácok is. Hát kaptam olyan kritikát, igen, hogy nem hagytam. Aha. Olyan szempontból kibontakozni őket, hogy ötletelhessenek a színpadi dolgokon, stb. Úgyhogy most egy picit idén hátrébb dőlök, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy de biztos nem Rákai Filiptől kapta a kritikát, hiszen ő mindenkit dicsért a műsorban. Igen. Na, de és hogy... akkor ez belülről jött ez a kritika, akkor nyilván 3 hétig sírtál. Hát figyelj, nem, mert közben nagyon örültem a végeredménynek, meg egyébként a többiek olyan szempontból nagyon partnerek voltak, hogy egyébként ami megszületett ötlet, az szépen azt megvalósította mindenki. Aha. Csak most annyira a kreatív részében nem leszek ott, viszont nyilván azt a szólamot, ami én leszek, azt ugyanolyan elánnal fogom énekelni, így van. Nem lehet könnyű egyébként már megcsinálni a dolgot, meg a többieknek feldolgozni, viszont azért szeretünk a másik oldalon állni, nem azon, ahol te, mert akkor azt lehet mondani, hogy miattad nem nyertünk, te csináltad az egészet, Gergő. Úgyhogy ennyi. 7:30 most jönnek a friss sporthírek, aztán pedig jövünk vissza, már lehet jelentkezni az Óven bácsi és Beru néni című játékra, és szerintem a reklám alatt neki kezdünk, jó? Majd a gyártásnak, jó. És akkor egyszerűen csak egy olyan produktummal térünk vissza a Morning Show hallgatói elé, hogy besírtam. Morning Show. A Klassz FM-en. 2 perc múlva lesz 3:48. Jó reggelt, szevasztok. Sokan kérdezik, hogy mi van az M7-esen, mert ugye kicsit ilyen ellenmondó információk hangzottak el a hírekben, amit nem hiszünk el. Egyszerűen nem akarjuk elhinni. Amit a hallgatók írnak, egy biztos, hogy a határ felé a lezárás megvan, a 160-as kilométernél az M7-esen, tehát Nagykanizsa felé van lezárva, itt kamion borult az árokba, többen azt írják, hogy mind a két oldalt lezárta a rendőrség, és a 7-es útra terelnek, kamionos Csabi például ezt írta nekünk, megpróbálunk akkor ennél korrektebben utána járni, mert ugye itt a kérdés, hogy akkor most melyik irányba van lezárva. M6-os Szekszárdnál szintén egy lezárás a 156-os kilométer felé, Pécs felé, nem tudtok közlekedni, a szalagkorláton van egy teherautó, és a 85-ös főúton Csorna felé az 5-ös kilométer körül van kamion az árokban. Vendégünk pedig továbbra is Rácz Gergő, akivel odáig már eljutottunk, hogy nagyon szeretjük a csapatot, már hogy ugye a Full Moon-t most, nem annyira szeretjük. Amikor már elment, akkor már nem szeretjük. Igen, majd, akkor már nem szeretjük, de most igen. És hoztál nekünk egy kütyüt, mert hogy egy olyan videóklipet csináltál, Timeline címmel, ami köszönjük szépen, hogy lefordítottad. Nagyon aranyos volt, azt nem tudom, itt voltál, Jani, beült. Há, hogy a viharban lehetem, hogy idővonal. Én fel is írtam. Idővonal nekem is megvan. A biztonság kedvéért, ha esetleg valahol társaságban szóba kerül, legközelebb, akkor tényleg ne üljek ott hülyén, hanem rögtön én dobjam be elsőnek, hogy idővonal. Idővonal. Csak hátra dőlsz, és idővonal. Utána pedig kúsolok, de már csak érted, ott lesz az arcomon a magabiztos mosoly. És megvagyunk, úgyhogy arra kértünk téged, hogy egy ilyen kütyűvel jelenj meg nálunk, és akkor csináljunk meg mi egy zenét. Így van, és most itt a szünetben meg is csináltuk. Hogy állunk még most? Valamit úgy, még rá tudunk mi nyomni? Tehát igen, azért mi szeretnénk benne lenni a Janival. Igen, a dal jellegzetességét szeretném, hogyha rányomnátok. A dal címét, illetve az egész refrént. Aha, még valami egy sékert legalább. Még egy sékert, azt F-betűkkel. Hát, legyen benne már. Hogy van? Már kipróbálj. Így van, így van. Jani, érzed? Ez egy séker? Nagyon jó. Ügyes. Várj, az egyet kell megnyomni. Nem, ez lehet ilyen kiegyensúlyozott. Itt akarok harcoskodni, tényleg 4/4 az egyet, meg sose sikerült, tök felesleget. Hova füfögiek, főnök? Ide, ebben a mikrofonban. Megyek, várjál, füfögök egyet. Tarszóval a közönséget. Aha, na, Feri, most tudod, hogy a mikrofonhoz is bele igen? Fog füfögni. Aha. Úgy felszerű. Igen, tegye be a fogát, kedves. Tata, legyen kedves, mert nagyon jött ki a levegő. És akkor valami szöveget, vagy szövegrészletet, és akkor felmondok rá? Na, mit? De... Azt kellene mondanod, hogy szerintem ismered a dalt. Állj szállj, légy. Suttogd oda. Vegyél babot, egyél zamot. De és hogy meghúztad a végét? Ennyi, de király vagy. Még egyet tudsz még? Mondjuk ezt a dalt már hallottam valahol, tehát nem mi találtuk ki a nótát. Én arra gondoltam, hogy csinálunk valami saját dalt.
Összeállt a kép, mester? Összeállt. Meg vagyunk? Meg tudjuk hallgatni? Nem hallottuk eddig? Hát hallották. Kicsit halkan, de... Hallott. Mi van? Jó, de toljunk oda, nyomjunk egy play-t rajta. Tessék. Hallatszódik? Igen, az van mögött, hogy vegyél babot. Azért ezzel világsiker nem lett volna. Még te is tudsz itt egy Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Egyél babot, vegyél zabot. Jó, figyeljetek, meg vagyunk. És ennyi, érted? És ebből ez a csávó halálra kereste magát. Igen. Na jó, van. Igen, meg vagyunk. Bármilyen hihetetlen, meg vagyunk a sztorival. Így van, tulajdonképpen ezzel a kütyüvel ennél hosszabbat nem is nagyon lehet csinálni. Nyilván, ami itt a videóban van, ott minden résznél más van. Tehát, hogy arra ez nem alkalmas. Ez most egy ilyen demonstráció arra, hogy egyáltalán hogy működik ez a dolog. Igen. Jó, de az a lényeg, hogy lebuktattuk az egész szakmát, gyerekek. Tehát gyakorlatban Janival ketten meg tudunk csinálni egy dalt. Érted? Ennyi. Figyelj, lehet, hogy nem játssza a Klassz FM, de sok meló nincs is benne. Az biztos. Rácz Gergő, köszönjük szépen, hogy bejöttél, korán keltél, elhoztad ezt a cuccot. Szerintem a világörökség részévé váltunk ezzel az Ice Ice Babyvel. Az lesz majd a YouTube-on a címe, hogy ilyen még soha nem hallottatok. Köszönjük szépen. Nagyon szépen, köszi. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.